Első és másodfokú hőségriadót rendeltek el országszerte. A hőmérséklet csütörtök pénteken elérheti a 40 Celsius fokot árnyékban, a páratartalom pedig meghaladja a kritikus 80-as szintet. Az egészségügyi szakemberek óvatosságra intenek, annyira meleg lesz, hogy a hőgúta sem kizárt. Hétágról süt a nap a fővárosban. A szökőkutak vize sem enyhíti a meleget, főként, hogy az autós forgalom még néhány fokkal emeli az aszfalt forrósági szintjét. Sokan ásványvizet visznek magukkal, mások a fák árnyékában keresik a hűsülést. A bukaresti hatóságok sátrakat szereltek fel, ahol meg lehet húzódni a kánikula elől, és vizet is ihatnak az ide betérők. De tombol a kánikula Marosvásárhelyen is. Többen is megállnak vizet inni a polgármesteri hivatal előtt felszerelt napernyő alatt. Kevesen merészkednek ki a házból. Az elkövetkező napokban még ennél is melegebb lesz, mondják a meteorológusok. Térségünket elérte egy nagyobb hőhullám. Felmelegedésre számíthatunk az elkövetkező napokban. A hődiszkomfort magas lesz, főleg holnap és holnap után. A mai nap folyamán a maximum hőmérsékletek 36 fok körül alakulnak, holnap még magasabb 37-38, és utána 38-39. A szökőkutak vizének főként a gyerekek örülnek, az idősebbek az árnyékot keresik. Az orvosok szerint ilyen melegben azonban jobb bent maradni és sok folyadékot fogyasztani. Akik gyógyszert szednek, krónikusan szívbetegek, dagad a lábuk valamilyen betegség miatt, azok a lehet ne menjenek napra, és akik viszont dolgoznak, fizikai aktivitás végeznek, azok figyeljenek oda nagyon, mert hőgutát lehet kapni. Ez azt jelenti, hogy nem a napnak az égető hatása, hanem a belső hőtermelés, ami hozzáadódik a külső meleghez, és felhevül a szervezet, és hőgutát lehet kapni, ami egy nagyon súlyos állapot. Ezek az utászok a tűző napsütésben is kénytelenek dolgozni, egy másik lakonegyedben pedig tömbházat építenek a kánikulában. A munkaadóknak kötelezettségeik vannak alkalmazottaikkal szemben, hívja fel a figyelmet a munkaügyi felügyelőség. Biztosítaniuk kell az alkalmazottaknak a vizet, illetve a helyet a hűsölésre, ahol a dolgozók szünetet tarthatnak. Amennyiben a kánikula több napon át tart, csökkenteni kell a munkaprogramot is. A meteorológusok szerint a kánikula a hétvégén is kitart, csak vasárnap este fordulhat elő helyenként csapadék.